Sziasztok, srácok! Köszi, hogy itt vagytok velem megint, ez már a második vlogom. Mielőtt belevágnék a dolgokba, szeretném megköszönni nektek azt a rengeteg pozitív véleményt és visszajelzést, amit tőletek érkezett az első vlogom után. Ez abszolút felbátorított és egy csomó új energiát adott, úgyhogy ennek is köszönhető részben ilyen hamar itt is van már a következő. Ez egy átlagos napomat fogja bemutatni nektek reggeltől estig, ma csütörtök van, és annyiban nem teljesen átlagos ez a nap, hogy alapvetően reggeltől délutánig dolgozom, ma viszont este be kell mennem a munkájámra, hiszen lesz egy rendezvény, amit én bonyolítok le, gyakorlatilag én leszek az est háziasszonya, így ma eltolódott a napom kezdése, úgyhogy volt lehetőség kicsit tovább aludni, ami azt jelenti, hogy most 10:30 van, nagyon örülök neki, mert ilyen hétköznap nagyon nincsen. Úgyhogy most Misi itthon van, lent van a kutyával, én pedig elkészülök, és meglátjuk, hogy hova tovább. Szóval tartsatok velünk ma is, sziasztok! Elkészültem, úgyhogy most irány a központi okmányiroda, és szerintem életemben először megyek úgy oda, hogy nagyon várom, hogy odaérjek, ugyanis elkészült a jogosítványom. Aki valamilyen szinten nyomon követi az életemet, vagy személyesen ismer vagy a blogomról, azt tudja, hogy nagyon nem volt egy egyszerű menet megszerezni, de végül is sikerült, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örülök, és 2 nap alatt elkészült, szóval ez egy piros pont. Hát ez nem az okmányiroda, annál egy fokkal jobban néz ki. Ahogy elindultam, Misi küldött egy videót, hogy Kevinnek jöttek a Városligetbe, és itt találkozott egy másik Agárkával, akivel életük játékát játszották le, és onnantól annyira beförögtem, hogy úgy gondoltam, hogy várat ez a jogosítvány, ha már eddig vártam, akkor most már egy nap igazán nem számít, és kijövök hozzájuk. Úgyhogy most kirontom a Városligetbe, iszonyatosan meleg van, de tényleg folyik rá a víz, és most megkeresem őket, és remélem itt van még az Agár kis barátja, és akkor én teljesen szájába fogok esni. Itt a Misi is. Sziasztok. Sziasztok. Kevin, mutattad már? Mutattam már, nagyon aranyosan játszik, és nagyon szép a kis olasz barátja. Teljesen el vagyunk ájulva tőle. Nagyon szép. Én vagyok a háttér. És nyilván a sors iróniája, hogy most van szervizben az autónk, hogy végre én is tudnám vezetni, úgyhogy találkoznak elő. Nem hiszitek el, de 2 perc alatt sorra kerültem, és kiadták a jogosítványom, és már végeztünk is. Úgyhogy még egy hatalmas piros pont a magyar rendszernek. Nem akarja szabad csak. Jó. Nagyon édi. Nem látszik. De megvan. Szar lett a képem? Nem. Neked tovább érvényes a jogsít. Több mint egy éve. Most mondd el mindenkinek, hogy ez nagyon később lett meg. Nem azért, nekem az orvosi alkalmassági miatt. Neked egy évvel beljebb vagy. Hát én nagyon jó vagyok. Most muszáj elmennem dolgozni. 2:30 lesz 5 perc múlva. Lesz egy megbeszélésem 2:30-tól 3-ig. Utána viszont még gyorsan kifutunk ebédelni, mert nem lesz ma már időm. Nagyon nagy hajtás lesz este bent a hostelben. Úgyhogy ez lesz. Délután 4 óra van, és rengeteg a dolgom, folyamatosan rohangálok az ultimétre bejöttem. Nagyon sokan kérdezitek mindig tőlem, mivel foglalkozom, hol dolgozom,
fogok erről csinálni külön vlog bejegyzést, mert ez most ebben nagyon hosszú lenne, úgyhogy most csak ilyen kis morzsákat mutogatok nektek a napomból. Most megérkezett Misi, és elmenjük ebédelni végre. A munkahelyem gyakorlatilag egy társasházban van, van 4 emelet, és mind a 4 emelet nem van érdekeltségünk, tehát vannak, vagy az irodánk van, valamelyik emeleten vagy szobák, úgyhogy egész nap gyakorlatilag egy 4-szintes társasházban rohangálok, általában az első és a negyedik között, de amúgy ez opcionális. Hát, szeretem a lépcsőzést. Misi is besegít nálunk, nem teljes értékű csapattak, de ilyen alkalmi munkatársunk, és ma ő is itt lesz az este, amit fogok szervezni, és nagyon sokat segített nekem elvenni most eszközöket hozzá, úgyhogy nagyon cuki volt, mert nekem nem félt volna bele a napomba minden. Szia, te! Szia! Most indul a szervezés, nagyon izgulok, hogy minden rendben legyen. Azt még elárom, hogy én fogok főzni. Ez gyakorlatilag egy vacsora este lesz a hostel vendégeinek, egy ilyen tradicionális magyar este. Túrós csúszát fogunk csinálni, Misi húgadónak fog nekem segíteni főzni, Misi pedig a pultban. Úgyhogy szóljátok, hogy minden nagyon-nagyon jó legyen, mert nagyon izgulok. Lezajlott a vacsorást, este 10 óra van, 7 óra között, tehát az elmúlt 3 órát ezt ezzel eltöltöttem. Nagyon jó esik rajta, annak ellenére, hogy ez volt az első alkalom, és érezhető volt, hogy van mit tanulni még, illetve ez egy teljesen új helyzet volt számunkra. Fogalmunk sem volt, hogy hányan jönnek el, hogy mennyit fognak enni, hogy milyen lesz a hangulat, de minden nagyon jól sikerült, mindenkinek nagyon ízlett minden, a bárunkból is fogyasztottak, úgyhogy abszolút pozitív volt az eredmény szerint, most a visszajelzés is. 9 órára le is ment a roham, úgyhogy 9 és 10 között le tudtam kicsit ülni, iszogatni én is társasozni. De most már lassan megyünk haza, mert reggel jövök vissza. Végre megyünk haza 3:11-kor. Hulla fáradtam mindketten. Itt a Misi. Túl vagyunk az első közös esténken, ami természetesen a Kata szervezett le. A kivitelezésben húgom és én segítkeztünk Katának. Nagyon jól, nagyon jól. A vendégek futatásáról szerencsére én gondoskodtam. Szintén nagyon jól. Mindenki jól lakott, illetve valószínűleg nem túl szonyosan távoztak a létesítményből. Igen, jó volt, nagyon, csak nagyon fáradt vagyok. Úgyhogy ilyen egy átlagos napunk, reggeltől estig így néz ki, megyünk jobbra-balra, mindig van valamit meg kell csinálni, de hát ez így tök jó. Thank you.
Köszönjük, hogy néztétek a videómat és az egész napomat, remélem elnyelte a tetszéseteket. Hogyha tetszett a videóm, akkor iratkozzatok fel csatornámra, és tök jó, hogy már ilyen sokan megtettétek, tényleg nagyon jól esett, nagyon aranyosok vagytok, köszönöm szépen. Nagyon sokára újra jelentkezünk, szóval mindenképpen vagyatok itt valahol a közelben. Sziasztok!